és akkor most elutazunk egy kicsit Dél-Afrikába, vagyis hát Dél-Afrikát hozzuk inkább ide magunkhoz. Vendégünk Renkó Mátyás, aki 2 hónapot ugye cserediák program keretein belül Dél-Afrikában töltött, és szeptember végén voltál itt nálunk egy nagyon élménygazdag beszámolóval, és akkor megígérted, hogy elhozod a cserediákodat, és ez most meg is történt. Mikor érkezett? Mennyi időt töltött itt? Mikor megy vissza? Egyáltalán milyen érzés volt neki itt lenni? December elején érkezett hozzánk, és sajnos most szombaton fog hazautazni, úgyhogy az ő visszafogadása egy kicsit rövidebbre sikerült, mint amennyit én voltam náluk. Ez az ő oktatási rendszerüknek köszönhető, hogy az évvégi vizsgáig egy kicsit elhúzódtak, és hamarabb kell visszamennie. Amiket nekünk mondott, az alatt nagyon jól érezte magát. Viszonylag sok helyre elvittük őt, minden tőlünk telhetőt igyekeztünk megtenni, de akár személyesen tőle is megkérdezhetjük, hogy ő hogyan érezte magát. Akkor tegyük ezt meg. Igen, most segítesz nekünk egy Igen, kicsit tolmácsunk. Nem vagyunk angolból sajnos zsenik, úgyhogy akkor kérdezd meg, kérlek. Okay, so they ask you about how did you enjoy Hungary, or how do you still enjoy Hungary, what is your experiences, where have you been in this country? Okay, should I explain a lot, or are you going to translate? I'm going to translate it, so it is, if it is possible, just keep some breaks. Okay, so I've enjoyed every single moment I've been in Hungary so far, from arrival to the first night, just walking freely out, like being able to go places, be free, and the freedom around Hungary, and then what a beautiful place it is. We went on the round in the city center, and I experienced like Nyíregyháza, the whole city, and how it was, and it was just wonderful, like the first day experience in Hungary. Milyen jó ezt hallani, igen, hogy valaki minden percét élvezte annak, hogy itt van Magyarországon. Tényleg ugye elmondta, hogy a belvárosban sétált, és rengeteg programon vett részt, és ugye te, amikor itt voltál, akkor mondtad, hogy a hó az egy nagyon új dolog lesz Ruánnak. Igen. Na. So they asked you about how was the snow for you? What is your experiences with the snow? Okay, so it was my first time seeing snow ever in my life, because it doesn't snow in Africa. but I absolutely loved it. It was something totally new to me, a new experience which I loved, and the skiing especially was one of the best parts of this exchange for me. Na hát ez nagyon jó, egyébként szerencsés volt, azt nem tudom, elmondtad-e neki, hogy szerencsés volt, hogy látott havat, mert az elmúlt években azért nem nagyon volt nálunk hó, de hát ugye ezt is elmondta, hogy neki is ez volt az első hó, hogy igen, látott Afrikában. Afrikában nem szokott hó esni, igen, nagyon-nagyon ritka, hogyha egyszer-egyszer egy-egy hópehely véletlenül arra keveredik, de nagyon-nagyon jó látni egyébként az arcán, hogy mennyire nagy feltöltődés volt ez neki, és mennyire nagy élmény. Igen, és hoztatok nekünk ide az asztalra egy kis mézes kalácsot, ezt igen, készítettétek? Igen, karácsony előtt az egyik barátommal gondoltunk egyet, pontosabban az ő ötlete volt, hogy milyen jó lenne mézes kalácsot sütni, és nagyon élveztük mindannyian a kis üdögetést, mindenkinek megvolt a saját munkafázisa, úgy dolgoztunk, mint egy manufaktúra, valaki a tésztát gyúrta, valaki szaggatta, valaki pedig a tepsibe tette őket. És mit szólt Ruán, amikor megtudta, hogy ez egy ilyen tradicionális magyar étel, és neki most ezt meg kell sütni, és meg is kell kóstolni? What did you think when you got the chance to bake some gingerbreads, because for you it was totally different? I've baked like cookies and stuff before, but gingerbread, I've never baked gingerbread cookies, and they are absolutely amazing. They taste good, and just the fun around baking it, and the Christmas music in the background, and being busy, and all the making the shapes, and it was just a very great experience. Ugye itt említette a karácsonyi zenét, milyen zenéket játszottatok neki a háttérben? Magyar karácsonyi dalokat, vagy külföldit, vagy vegyesen? Leginkább azt mondanám, hogy vegyesen voltak. Van egy karácsonyi CD-nk, ilyen legalább 15 éves, és azt szoktuk hallgatni, mert azon a tipikus, tradicionális magyar karácsonyi zenék, német és esetleg néhány latin is előfordult, tehát abban a mai 21. század amerikai zenéje nem nagyon érződik, és így vissza tudtunk menni a régebbi hagyományokhoz a zenében.
Igen, hiszen ugye Ruhán arról mesélt, mert Enikő közben itt félig fordítsak, hogy neki nagyon nagy élmény volt az, hogy életében először süthetett mézes kalácsot, és mindezt nagyon hangulatossá tettétek számára, hiszen mindaközben, hogy dolgoztatok, karácsonyi zenéket hallgattatok mellé, és nagyon varázslatosra sikeredett az egész. És ugye kaptál egy Afrikában, egy dél-afrikai szakácskönyvet is, próbáltatok-e már belőle valamit főzni? Sajnos nem én kaptam, hanem az édesanyám, hiszen ő a háziasszony nálunk. Még nem próbáltunk meg belőle, mert Ruhán nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy magyar ételeket kóstoljon meg, és így inkább egyel több magyar ételt, mint egyel kevesebb dél-afrikait. Hát ez érthető. Nagyon jó, hogyha már itt van. És ugye műsor előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy azért néhány szót megtanult magyarul. Halljunk ebből néhányat. I told them before this interview that you can say some Hungarian words or some sentences, expressions. Please, could you tell them some of it? If the food was delicious, I would say Köszönöm azetel, nagyon finom. And I know how to say beautiful, szép, and there's a lot of things like szia, jó reggelt, jó napot, szép napot. Just basic phrases, and the two most important ones was where's the bathroom, and do you speak English? Beszél angolul. So those are some of the more important. Hát nagyon jó látni az arcán, tehát tényleg látszik, hogy élvezte azt, hogy ő itt lehetett. Hát Mátyás, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ismét eljöttél Ruhának a kíséretében, hogyha a legközelebb lesz hasonló cserediák utad, akkor ismét várunk majd téged vissza. Amíg mi esetleg megkóstoljuk ezeket a mézes kalácsokat, addig megmutatjuk, hogy milyen volt a Hófehérke családi musical itt a Continental Arénában. Hófehérke egy mindenki által jól ismert történet, és nagyon sokan szeretik családi musical. Te hogyan állsz a Hófehérke történetével? Köszönöm a kérdést. Amúgy én Hófehérkéről mindent tudok, nem hazudtam, semmit nem tudok. Ez sem igaz. Én nagyon szeretem Hófehérkét, mert nagyon szép fehér bőre, és Katona Klaudia játsz, és én nagyon szeretem a Katona Klaudiát, mert nagyon ügyes énekes, és nagyon szép lány, szerintem. És egyébként ez a családi musical meg fantasztikus, félretéve a viccet. Én nagyon szeretem a zenét, nagyon popos lett az egész, nagyon magával ragadó, tehát tényleg a zene az egyértelműen húzza, és ott húzza a Beller család is eleve egyébként, már ugye egy márka, hogyha majd meghallgatjátok, tehát meg ugye Faragó Andrés is benne van. Szóval az őrületes családi musical lett, és ez egy család, aki összetette, és nagyon jó ennek a családnak a részesének lenni, nagyon örülök, hogy benne lehetek. Hogyan csöppentél te bele ebbe a csodálatos családi darabba? Igazából egy ilyen teljesen véletlen folytán csöppentem bele, és én is elmentem a castingra, és már úgy, hogy a véletlen folytán tudtam meg, hogy van egy ilyen casting, de jó, zsarinás, koncert, szuper, és mentem, és megkaptam, és örültem, nagyon. Minden ilyen feldolgozás valamitől különleges. Szerinted ez mitől különleges, mint mondjuk az a Disney, amit mindenki ismer? Ez szerintem attól különleges, hogy családi, hogy nagyon olyan, mint egy ilyen Disney mese az egész. A karakterek nagyon-nagyon karakterek, igazából a szőke herceg is, akit én csinálok, ez is egy ilyen hihetetlen figura. Tehát nagyon jó játszani, Marian is imádja, tehát imádja azt, hogy lehet gonosz, és tehát imádja csinálni, mert lehet benne játszani jókat, és élvezzük, hál' Istenbe. Hófehérke! Hófehérke! Hol lehet már megint ez a haszontalan teremtés? Hófehérke! Hófehérke! Nem hallom? De Ensi, hadd betarkodjam megjegyezni, hogy tegnap volt a szülinapja. Nekocs, hogy közben, amikor gondolkodom, csend legyen!
Hófehérke! Jövök már most a hanyám! Na végre. Csak hogy itt vagy. Egyszer, csak egyetlen egyszer lennél kéznél, amikor szólítalak. Megcsináltad, amikre kértelek? Igen, most a hanyám. Felsikáltad a termet a bál után? Igen, most a hanyám. És felseperted a kertben a lépcsőt, és húztál friss vizet is a kútról? Igen, most a hanyám. És a szennyes? Remélem tiszta, mint a patyolat. Igen, most a hanyám. Igen. Nem te. Éges anyám. Na jól van. Lásd, milyen jó vagyok hozzád, most megkapod az én ajándékomat. Ma jutalmul kimehetsz a palota falain túlra azokhoz a kis bestiákhoz. Én nem tudom, mi örömödet lehet bennük, de kapsz két szabad órát. Jaj, igazad! Tiktok! Kötyeg az óra, igaz? Anna. De édes! Ja, nem az. Hófehérke történetét mindenki kívülről tudja, jó és gonosz karakterek is vannak benne. Szerinted melyiket nehezebb eljátszani? Szerintem a bájos tündérgombócot nehezebb eljátszani. Szerintem a gonoszt sokkal, sokkal könnyebb eljátszani, mert mindenkiben megvan a gonoszság, és az ember örül, hogyha kiadhatja, mert mondjuk én alapvetően úgy létezem, hogy próbálok nem ártani senkinek a hétköznapok során, és nekem ez egy óriási fürdőzés ebben a szerepben, mint gonosz most, ha kiélhetem azokat a féltékenységeket, azokat a rossz érzéseket, az irigységet, amit én nagyon igyekszem elnyomni magamban a hétköznapok során. Akkor nem volt nagyon nehéz azonosulni ezzel a karakterrel, voltak azért buktatói? Inkább csak az volt a nehézsége, hogy én nem vagyok alapvetően színésznő, hanem én műsorvezető végzettségű vagyok, és így is létezem, így is dolgozom. Viszont ért ez a megtiszteltetés, hogy úgy gondolták, hogy ezt képes vagyok megcsinálni, és a bátorságot kellett összeszednem az elején különösen. Tehát ott az volt a nehézsége, hogy én ezt elhiggyem, hogy meg is tudom csinálni, meg méltó vagyok arra, hogy én egy ilyen feladatot elmerjek vállalni, de ebben nagyon sokat segített Mészáros László, a darab szerzője és rendezője. Úgyhogy ez volt a nehézsége, aztán pedig elkezdtem élvezni, úgy nagyjából a próba folyamat legvégétől. Azért, hogyha egy gonosz karakter kell megvalósítani, valahonnan inspirálódni kell, hogyha belső kevés lenne. Neked ez honnan jött? Hát szerintem egyrészt nagyon-nagyon inspiráló az eredeti Walt Disney rajzfilm. Tehát szerintem ott a gonosz királynő nagyon hűvös. Azt tudtam, hogy én nem akarok teljesen rideg-hideg lenni, hanem szeretnék valamiféle cinizmust és iróniát belevinni, ami persze nyilván nem feltétlenül szimpatikus, de közben mégis árnyalja a szerepet. És nem tudom, hogy láttad vagy látták-e a nézők a Tükröm-Tükröm című filmet, amiben Julia Roberts a gonosz mostoha. Szerintem ő zseniális volt benne, nagyon sok humorral csinálta meg, és nem mondom, hogy őt utánzom, mert azért ő azért elég jó színésznő, lássuk be, de ő nagyon inspiráló volt. Milyen volt a kollégákkal együtt dolgozni ebben a csodálatos műzikelben? Az volt a csodálatos, hogy pár embert, egy 4-5-öt már a főszereplők közül ismertem, a nővérem révén, aki színésznő, és a Budapesti Operett Színháznak a tagja, a színésznője, és rajtuk keresztül már ismertem ezeket az embereket, csak nem dolgoztunk még így ugye együtt soha. Úgyhogy nagyon hamar befogadtak, nagyon kedvesek voltak, nagyon támogatóak voltak, és öröm velük együtt játszani a színpadon, mert csak hallomásból tudom, hogy van olyan színész, vagy előfordul olyan, aki nagyon zártan játszik, és nem figyel a kollégáira a színpadon. Na, ők nem ilyenek. Ők nagyon figyelnek, nagyon-nagyon támogatóak a színpadon is, és egy-egy pillantásból is szoktunk egymásnak jelezni, és tudjuk, hogy na, ja, igen, most az jön, hogy, vagy most már ide kellett volna, hogy add azt a bizonyos kelléket. Úgyhogy nagyon élvezetes. Aki nem teljesít, jöhet a pénzeső, rámessen a pénz. Jöhet a pénzeső, van itt sok lóvé. Hófehérke történetét nagyon sokan ismerik, szinte mindenki. Jó és rossz karakterek egyaránt vannak benne. Melyiket a nehezebb eljátszani? Hát én mind a kettő vagyok ebben a sztoriban, tehát vagyok jó is, és aztán leszek rossz vagyok, aztán majd leszek jó is. Tehát, hogy az életben szokott lenni, komoly jellemfejlődésem megy keresztül az én karakterem. Azt kell mondjanom, hogy nekem egyszerűbb a jót eljátszani, az nem áll távol, tehát nem vagyok egy gonosz bányafőnök, mint ahogy azt ugye a szerepembe képviselem az elején. Milyen volt a kollégákkal együtt dolgozni? Milyenek voltak a próbák?
Nagyon sokat próbáltunk, tehát nagyon komoly munka volt. Nekem egy teljesen új világ volt ebbe a színészi világba, színházi világba belecseppenni. Hát nem irigylem, a színészet ez egy komoly művészet, látom most már. Nem azért, mert az én alakításom alapján, hanem azért, mert látom, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet egy szerepet formálni. Sokat tanultam ebből a turnéból. És ráadásul ez nem egy egyszerű színdarab, hanem egy musical. Mi volt a legnehezebb abban, hogy ez létrejöjjön? Hát az egyeztetések nagyon nehezek voltak, mert itt ahányan vagyunk főszerepben, annyi fele dolgozunk. Ki az RTL-nél, ki a TV2-nél, ki színházba, tehát mindenkinek van valami elfoglaltsága, és hát azért törekedtünk arra, hogy ne a váltóink, hanem az eredeti szereposztás legyen, mert azért ez egy picit mindig csalódás a nézőnek. Komoly előkészítő munka. A dalokat előnekelni, nekem két nagyon kedves dalom van, én nagyon szeretem, Jöhet a pénzeső, tehát jó hangulatú, én nagyon örülök neki. Azt gondolom, hogy hála Istennek sokat nem kellett táncolnom, az úgy nehéz lett volna, mert nem vagyok egy táncos alkat, de hát azért itt vannak nagyon beállított, nagyon nehéz jelenetek. Hogyha beszéltünk nehézségekről, akkor beszélni kell pozitív dolgokról is. Mi volt a legeslegjobb az egész folyamatban, vagy a turnéban? Hát az, ezekkel a kollégákkal együtt dolgozni nekem mindenképp egy új élmény volt. Egy nagy kirándulás volt, és a színművészet és a színezek tisztelt, egész más belülről nézni egy darabot, mint kívülről. Úrnőm, szólítottál! Nézd csak! A leghűségesebb! Jól figyelj, vadász! Különösen fontos feladatom van a számodra. Hófehérkét! Vidd el magaddal az erdőbe, csak minél messzebbre, az ismeretlenbe, ahonnan nincs visszaút. És ott, egy óvatlan pillanatban, fogd ezt a tűrt, és ölt meg! Mi? Nem áll, főnök! Ez már kicsit túlzás. Csendes! Jól van, gonosz bonya. Tessék! Megyek haza! De úrnőm, hófehérkét, hát mit ártott ő neked? Hófehérke nekem olyan, mint hogy a gyermekem lenne. Az életben nem szerettem senki más, csak őt. Jó, elég! Hallani sem akarok többi a nevét! A döntés végleges! Vagy az ő élete, vagy a tiéd. Hófehérke történetét mindenki ismeri, beszéljünk egy picit arról a karakterről, amit te vagy, és mennyire tudtál ezzel azonosulni. Hát ez egy nagyon hálás szerep, ugye, mint kiderül, hogy pozitív hősök. A feladata az mondjuk elég durva lett volna, mint tudjuk az alaptörténetből, de hát itt is sikerül neki megoldani a problémákat. Nem akarok titkot elárulni, de a végén azért minden kiderül. Nekem nagyon tetszett. Jó zene, klassz számokat énekel, és egy fes fiatalember. Hogyan kerültél kapcsolatba a többiekkel, illetve magával a darabban? Hát megkerestek, ismertük már egymást a rendezővel, aki ugye a szerző is, és hát a kollégákkal, meg szinte mindenkivel már dolgoztam valamilyen formában együtt, és örültem a felkérésnek. Egy ilyen jellegű szuperprodukció az mindig jó, bejártuk vele az országot, sajnos most már a vége felé közeledünk, utolsó előtti állomáson vagyunk, de mindenki remekül érezte magát. Én azt gondolom, hogy egy családi musicalben helytállni nehéz, de hálás feladat. Te hogyan látod ezt? Igen, tehát itt azért minden korosztálynak meg kell felelni. Hát ugye azért családi musical, mert a pici gyerekektől a nagymamákig mindenki eljöhet és megtalálja a magának való dolgot. Nagyon látványos, tehát nagyon klassz zene, fülbemászó dallamok, és hát nagyon látványos technikai dolgok be vannak vetve. Színes kavalkád, remek jelmezekkel, tehát minden olyan, hogy az ember kapkodja a fejét, és hát nagyon jól szokták érezni magukat a nézőtére. Soha nem mondtam még így szavakat, soha nem számított más, csak a testem lesték a szép izmokat, a kockázatom a tér, sok bíztatás. Ez a herceg lesz egyszer a nagy csalás. Kérlek, képd el, hogy a kockázatom megfolyik az érzelem. Engem ilyennek látsz, furcsa, hogy még nem imádsz. Ez szépen nem érted, gombolt fel a kockázat tüzeket. Szép majdnem, mint én.
melyik a te kedvenc személyes rajzfilmed? Én nagy Family Guy rajongó vagyok, de mindenféle animációs filmet láttam. Mindent, az összeset láttam. Nincs nagyon kedvencem semmiből, sőt, nincs kedvencem semmiből, ahogy ebből sem, de szerintem nem tudsz olyat mondani, amit nem láttam. Még a Maszkó testvért is láttam. Ez azért jó kérdés, mert én nagyon szeretem a rajzfilmeket, nagyon szeretem a meséket, és most nagyon szeretem éppen a Hihetetlen Családot, mert a fiaim 6 és 3 évesek, és most éppen az a sláger otthon, de ha őszinte vagyok is a kislányémet kérdezed, akkor a Szépség és a Szörnyeteg és a Kishab Leány az, ami nagyon meghatározó volt gyerekkoromban. Én a gyerekeimnek mindig meséltem, saját mesénk volt, három gyerekem van, és amikor kicsik voltak, ők a három Maci és a Papi, mindig ez volt a mi mesénk, de ez egy soha véget nem érő mese, és most már a lányom 20 éves, de még karácsonykor azon nevettünk, hogy mi volt az utolsó, amire emlékszik. Nekem melyik a kedvenc mesém? Hát nem is tudom, gyerekkoromban rengeteg olyan mesét hallottunk a nagyszülőktől, még szlovák nyelven is, mert ugye otthon úgy beszélgettünk Békés megyébe, és hát aztán voltak rémmesék, tehát olyan horror, hogy nem tudom, hogy tudtunk elaludni gyerekkorunkban, de ez egy ilyen természetes dolog volt. Nekem az egy kedvencem, amikor a kolbászt az orrára, a férnek az orrára varázsolják, tehát hogy ezt szeretnék, azt szeretnék, hogy ilyen gazdagságot, olyan gazdagságot, végén csak az, hogy lesz egy kolbász, amit megehetnek a szegény család, ez egy jó pofa mese. Dél-Afrika után pedig elutaztunk Argentínába, de megint nem mi utaztunk, hanem ide utaztattunk. Na mindegy, ebben ne bonyolódjunk bele. Szofi jött el hozzánk, ugye Fanninak a társaságában, Fanni szintén cserediák, program keretein belül volt kint, és most visszajött a cserediák. Na meséljetek egy picit, milyen volt, amikor Szofi ide érkezett hozzád, hogy vártátok őt a reptéren, repülővel jött, gondolom. Igen, ugye december 8-án indult Argentinából, majd december 9-én ért ide, délután körül, és emlékszem, én nagyon izgatott voltam már előtte egy héttel, hogy jönni fog, és mégis mennyire fog megváltozni az életem, mert azért teljesen más visszafogadni valakit, mint elmenni valahová, amikor ugye nekem nem voltak kötelességeim, csak ugye beilleszkedni az ő életükbe, és most ugye ez fordítva kell neki, de én nagyon élvezem, és nagyon jó, hogy kaptam egy testvért, egy velem szinte egyidős testvért, és szerintem sokkal könnyebb neki, mint nekem volt, mivel már ismerjük egymást. Ugye 2 hónapot már együtt töltöttünk Argentinában, úgyhogy azt gondolom, hogy most könnyebb, és hát én nagyon élvezem megmutatni neki a magyar szokásokat, a magyar látványosságokat, az érdekességekről mesélni, illetve az, hogy még ugyanúgy keveredik a kicsit az argentin dolgok, amit én tanultam ott, vagy amit ő hoz, a magyar dolgokkal. Igen, hát akkor szerintem hallgassuk meg Szofi véleményét is, hogy milyen volt, amikor megérkezett Magyarországra. Now, they ask, how do you feel when you arrived to Hungary? What did you feel in the airport when you met with us? I'm very happy because I can see again. Now I'm very happy because my family is very kind with me, and I'm happy. Szóval nagyon boldog volt, amikor megérkezett, hogy újra találkozhattunk, és a családunk kedves, szereti, és hogy boldog most itt Magyarországon. Mi mindent csináltatok eddig? Miket mutattál meg neki Nyíregyházából? Mik voltak eddig a közös programok, amiket csináltatok? Amikor megérkezett, akkor utána nekem sajnos mennem kellett iskolába, de a családom és ő ugye elutaztak Lengyelországba kicsit kimozdulni. Aztán utána jött velem iskolába az utolsó héten, mivel akkor nagyon sok karácsonyi program volt, én felléptem a Kossuth téren, énekeltem 2-szer, úgyhogy ezt élvezte ugye meghallgatni, meg ugye ez új volt neki, Argentinában nincsen ilyen karácsonyi vásár. Aztán pedig a karácsony az ugyanúgy családi hangulatban telt, mint eddig, majd szilveszterkor mentünk el
Visegrádra, megnéztük a Dunakanyart, ott túráztunk az év utolsó napján, és még Pesten is voltunk, és megmutattuk neki a nevezetességeket. Akkor mindent bejártatok tulajdonképpen. Elég nagy túra volt, azt hittem, hogy ilyen megye környékén maradtatok, de akkor majdnem fél Magyarországnak a nevezetességét megpróbáltátok bele sűríteni itt. És ugye mindez szilveszterkor, mennyivel másabb a magyar szilveszter, mint az argentin? Can you tell us about the difference between the Argentinian New Year's Eve and the Hungarian New Year's Eve? In Argentina we meet with the same family. At the night we meet the dinner together and spend the time and at 12 o'clock in the night we said New Year and then we spend all the night in this place where you meet with music and then the adults go to a party. Igen, szóval az egész család, az egész rokonság találkozik a házukban. Épp tegnap mutatott nekem egy Instagram képet, hogy 68-an voltak náluk szilveszterkor. Azt a mindenit! I just said 68 people in your house. Yes. És utána ugye együtt hát vacsoráznak, igen, de ez általában úgy zajlik, hogy mindenki visz kaját, meg ugye saját tányért, meg evőeszközt, hogy a háziasszonynak ne kelljen mosogatni, és ugye így könnyebb, hogy megkönnyítsék a dolgot. Ezt be fogjuk vezetni mi is. Vannak dolgok, amiket érdemes átvenni. Igen. Aztán pedig utána ugye van külön a tinédzsereknek parti, meg ugye a szülőknek is van külön, tehát hogy ők nem együtt buliznak, mint itt Magyarországon. Meddig marad még Szofi veled? Február 16-án megy majd haza. Akkor még most elég sok program belefér. Még a Valentin nap az itt lesz. Igen. Csak nagyon gyorsan annyit, hogy ugye amikor te kint voltál, akkor volt egy spontán tangó élményed. Szofinak tanítottál magyar néptáncot? Nem, mi néztünk. Újévi koncerten voltunk tegnap előtt. És akkor ugye néztünk. Elsőjén. Igen, elsőjén. Elsőjén, igen, és akkor néztünk. De lehet, hogy majd fogok tanítani, mert én amúgy egyébként néptáncoltam, úgyhogy benne van a pakliban, hogy megmutatom. Nagyon helyes. És hogyha megtanultátok az alaplépéseket, akkor visszajöttök, és eltáncoljátok nekünk közösen. Mit szóltak jó. ehhez? Jó. Oké. Okay. Jó. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Reméljük, hogy Szofi is jól érezte magát, aztán te meg gondolom mész majd máskor is hozzájuk. Hát remélem. She just said maybe I will return to Argentina to your house once time. Of course. Igen. Szeretnék, igen. Jó lenne, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a karácsonyot milyen nyáron, mert számomra ez hihetetlen elképzelni, hogy melegbe fürdenek a medencébe, és salátát esznek, amíg mi itthon töltött káposztát eszünk kandalló mellett, szóval erre nagyon kíváncsi vagyok egyszer. Na hát nagyon reméljük, szívből reméljük, hogy megadatik a lehetőség, és el tudsz hozzájuk látogatni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Hát kedves nézőink, ennyi fért a 2019 első Weekend adásába, és reméljük, hogy nagyon jól szórakoztak a mai napon is. Tartsanak velünk jövő héten is, amikor a Fölszállott a Páva nyerteseivel beszélgetünk majd. És természetesen táncolni is fognak a fiatalok majd itt a stúdióban. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánunk. Viszontlátásra!